Az élet bármely területén elkerülhetetlen a fejlődés. A Világbank szerint a felnőtt népesség több mint 40%-a, világszerte több mint 2 milliárd ember ma nem rendelkezik bankszámlával. Sokakat csalódottá téve és a szegénység keretei közé szorítva. A világban ez egy jelentős probléma. Mindamellett a kihívásokban rejlenek a legnagyobb lehetőségek, mert kreatívabbá tesznek minket, hogy újabb és jobb megoldásokat találjunk. A jelenlegi bankrendszer több mint 60 éve került kialakításra, de az új ötletek és az innovatív technológia olyan pénzügyi forradalom előtt nyitott ajtót, amiben benne rejlik az erő, hogy egész világunkat átalakítsa. A pénzt, amit ma használunk, rendeleti pénznek hívjuk. Az elnevezés abból az elképzelésből fakadt, hogy egy elismervény vagy dollár fedezete aranyban van. Elrendeltem, hogy Connelly pénzügyminiszter átmenetileg függessze fel a dollár, aranyra vagy más tartalékeszköze történő átválthatóságát. Ez megváltozott a 70-es években, amikor az amerikai kormány eltörölte az amerikai dollár aranyra történő közvetlen átválthatóságát. Nem volt olyan rendeleti pénz, ami az idő múlásával ne veszített volna értékéből. Az alapelv elég egyszerű. Minden esetben, amikor egy központi bank több pénzt nyomtat, a zsebünkben lévő pénz veszít értékéből. Ezt hívjuk inflációnak. Hosszú évek inflációja, a túlhitelezett piacok és a felelőtlen, szabályozatlan menedzsmentet követően a következmények óriásiak voltak, és végül a 2008-as pénzügyi válsághoz vezettek. Egy válsághoz, ami egy nagy pénzügyi forradalom kezdete is volt. Megszületett a kriptovaluta. Az elképzelés a kriptovaluta mögött az, hogy egy olyan új pénzt hozzunk létre, ami mentes az inflációtól és alapelveiben megegyezik az arannyal. Tehát az érték meghatározója a kereslet és kínálat. Egy ötlet, aminek alapja a technológiai fejlődés előnyei, egy ötlet, amivel sokkal gyorsabban, olcsóbban és biztonságosabban hajthatunk végre tranzakciókat. Sok minden történt azóta, és majdnem egy évtizeddel később a kriptovaluta egész világunkra hatással kezdett lenni. Ön szerint ezt pénznek lehet nevezni? Olyan pénz, ami végül tényleg működni fog? Szerintem működik. Lesznek hozzá hasonló, talán még jobb pénzek is. Az Egyesült Államokban jogilag árucikknek, míg az Európai Unióban eszköznek számít. Manapság minden jelentős bank látja, hogy ez a fajta pénz milyen hatással lesz a pénzügyi rendszerünkre. A bankok világszerte keresnek olyan innovatív megoldásokat, amikkel a kriptovalutát és a mögötte rejlő technológiát, a blokkláncot bevezethetnék a jelenlegi bankrendszerbe. Sok ember számára a kriptovaluta még mindig újdonságnak számít, de az innováció a pénz elfogadott új formájává válik, csak digitális formában. Azonban a mögöttes technológiában, a blokkláncban van az erő, ami nem csak a pénzügyi rendszerünket, de azt is átalakíthatja, ahogy mi, mint közösség, ma működünk. Nem sokan hittek az internetben 30 évvel ezelőtt. Ma a világnépesség 40%-ának van hozzáférése a világhálóhoz. 1995-ben ez kevesebb volt, mint 1%. Az internet sikere abban rejlett, hogy mindenki hozzáférhetett, és azonnal üzenetet küldhetett a világon bárhova. A blokklánc azonban az érték internetje. Megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy nem információt, hanem értéket küldjünk egy szempillantás alatt a világon bárhova. Az internet egy kommunikációs protokoll, míg a blokklánc az értékek cseréjének protokollja. A blokklánc technológia, a kriptovaluta alapja most kerül bevezetésre a társadalom legtöbb területén. A tőzsdén. Az eladási jegyzékeknél, szerződéses eljárásoknál, és természetesen a fizetések és tranzakciók pénzügyi szektorában. Csak hogy pár példát említsünk. A pénzügyek új korszaka, aminek küszöbén állsz, az internet második generációja. A blokklánc, a kriptovaluta, a fizetések jövője forradalmasítani fogja a ma ismert gazdaságunkat. A bitcoin elképesztő értéknövekedésen ment keresztül 2009 és 2013 vége között. Egy bitcoin értéke egy dollárcentről több mint 1100 dollárra emelkedett. És világszerte sok ember meggazdagodott.
Miközben sokan azért maradtak le a lehetőségről, mert nem rendelkeztek információval, és kezdetben szkeptikusan tekintettek a kriptovalutára. Az úttörők hamar megmutatták, hogy bőven van hova fejlődni a jövőben. És új kriptovaluták fejlesztésével megnyílott az út egy sokkal biztonságosabb és barátságosabb kriptovaluta felé. OneCoin. A OneCoin alapítója, Dr. Ruzsa Ignatova, jelentős végzettséggel rendelkezik pénzügyi területen. Közgazdasági és jogi diplomát szerzett. A McKinsey korábbi társpartnereként olyan ügyfelekkel dolgozott, mint az Allianz, Sberbank, az Unicredit és más nagy pénzügyi intézmények. Dr. Ruzsa más kriptovaluták tanácsadásánál is szerepet vállalt, és gyorsan a téma egyik vezető szakértőjévé vált. Tisztán látta, milyen óriási lehetőség van egy új, innovatív, biztonságosabb és hozzáférhető kriptovaluta létrehozásában, és nagy fejlesztésekbe kezdett a jövő érdekében, aminek alapja a globális terjeszkedésen alapuló stabil stratégia, ami mindenki számára alkalmazható a OneCoin kriptovalután keresztül. A kriptovaluta oktató anyagának és a OneCoinnak a bevezetése 2014. szeptemberében kezdődött a kizárólag meghíváson alapuló tagság el. Szerint. És a cég üzenete a nagyszerű vezetőknek köszönhetően már sok millió emberhez eljutott a világ több mint 195 országában. 2016. június 11-től a One Life Network a hivatalos forgalmazója azoknak az oktató csomagoknak, amik ismerettel szolgálnak a kriptovalutáról és pénzügyről. A tagok promóciós zsetonokat is kaphatnak, amikkel bányászat segítségével OneCoinokat bányászhatnak. A cég működésének első évében elérte az 1 milliárd eurós forgalmat, és csupán 3 hónapra rá a 2 milliárd eurós határ. Közel egy évtized telt el, és ma sok kriptovaluta van a piacon. Pár dologban a legtöbbjük megegyezik. Először is, decentralizáltak, amitől a piac szórtá, és mindenhol nyitottan nem elfogadottá válik. Azoknak valók, akik értenek a számítástechnikához, szoftverintelligens spekulátorok, vagy profi kereskedők. Bizonytalan külső tényezőkön múlnak, ami a piacot önmagában teszi instabillá. Főleg a nyilvános kereskedésben gondolkodnak, amitől spekulatívvá válnak, becsukva az ajtót a tömegek előtt. Teret engednek a név nélküli tranzakcióknak, ezért lenyomozhatatlanok és illegális visszaélésre csábítanak. Nehéz őket a mai gazdasági rendszerbe integrálni. Akkor a OneCoin mitől más? A OneCoint alapvetően centralizáltnak alkották, de nincs állami tulajdonban, ami lehetővé teszi, hogy a növekedés kontrollálható legyen, és a OneCoin integrálható legyen a mai pénzügyi rendszerbe. Egy olyan üzleti stratégiára épül, aminek egy erős márka és egy a nagy ingadozásoktól mentes, stabil globális piac létrehozása az alapja. Lekövethető és védi az ismert az ügyfeled eljárás, más néven KYC. Ami a kriptovalutánál a láthatóságot egy teljesen új szintre emeli. A felhasználhatóságot tartva elsőleges szempontként a OneCoin folyamatosan egyre több funkciót és nyitott platformot vezet be, amikkel a tulajdonosok az érmékkel kereskedhetnek és azokat használhatják. Ettől növekszik a piac és világszerte emelkedik a kriptovaluta iránti kereslet. Felhasználóbarát, mindenki számára hozzáférhető, nem kell hozzá drága eszköz, speciális vagy kereskedő ismeret. Mindenki használhatja. Az oktatás minden tag számára hozzáférhető, hogy jól informált döntéseket hozzon, felvértezetté és jártassá váljon a pénzügyi világban. Ezen felül a OneCoin világszerte mérvadóvá válik abban, hogy egyedülálló módon a blokkláncba integrálja az ismerd az ügyfeled eljárást, ami a biztonságot és az átláthatóságot egy magas szintre emeli. Egy jelentős eljárás, ami minden bizonnyal előkészíti azt, hogy első kriptovalutaként a OneCoin integrálódjon és részévé váljon a világgazdaságnak.
Legalábbis ez a cél. A OneCoin tényleg segíthet a fejlődő országokban élőkön, hogy haladjanak a technológiával, azonnal hozzáférjenek a kriptovalutához, és bankolni tudjanak a kriptovaluta segítségével, hogy kihasználhassák az országokban rejlő lehetőségeket. Míg a legtöbb kriptovaluta alapja a nyilvános kereskedésben rejlő spekuláció, a OneCoin főleg a felhasználhatóságot tartja szem előtt. Mivel a kriptovaluta értékét kereslet-kínálat határozza meg, ezért minél szélesebb körben használják, annál magasabb az érme értéke. 2014 első előrejelzései alapján egy OneCoin érme értéke egy év elteltével 5 euró lett volna. Azonban már 10 hónap elteltével egy OneCoin érme értéke meghaladta a kezdeti prognózist, és elérte az 5,56 eurót. Várható, hogy a OneCoin értéke a következő pár évben tovább emelkedik. Ennek alapja a bányászok folyamatosan növekvő hálózata, és az, hogy számos cég szeretne hozzáférni több millió OneCoin érme tulajdonoshoz, hogy szolgáltatásaikat és termékeiket nekik ajánlják, még inkább bővítve ezzel a felhasználhatóság körét. Persze erre nincs semmilyen garancia. Azonban a OneCoin utazás történelmi aspektusa a jövőt még izgalmasabbá teszi. Előnyére válhat a teljes modern társadalomnak és a jövő generációinak. De hogyan tudsz elindulni? Úgy, hogy csatlakozol a OneLife hálózathoz. Elsőrangú pénzügyi oktatást kapsz, aminek a segítségével képzett bányásszá válhatsz. Az oktatócsomagoknak 7 különböző szintje van. A 140 eurós csomagtól egészen a 27.530 eurósig különböző modulokat tartalmaznak a pénzügy, a kereskedés és a kriptovaluta területéről. Az oktatás minden egyes szintjével adott számú promóciós zsetonja. Attól függően, hogy milyen csomagot vásárolsz, egy vagy több splitre is kvalifikálsz. A split megduplázza zsetonjaid számát, hogy azok akár több érmét generáljanak. Mihelyest a zsetonjaid ennek megfelelően megduplázottak, néhány kattintással bányászni küldheted őket, hogy OneCoin érméket bányásszanak neked. A OneLife Network számos oktatócsomag igen előnyös kombinációjával is szolgál. Ezek a kombinációk automata bányászathoz adnak lehetőséget azért, hogy azonnal érmét kezdhess bányászni, és így nem kell még a duplázódásra várnod. Az automata bányászaton kívül ezek a stratégiai kombinációk emelt számú duplázódást is tartalmaznak, tehát több lehet a zsetonod és ezzel az érméid száma. Az oktató csomagokon kívül a OneLife bevezette első saját fizikai termékét, elérhető a tagoknak azért, hogy könnyen hozzáférjenek az online piachoz, a OneLife tabletet. Egy olyan hordozható okos eszköz, ami napi szinten használható, és benne van a potenciál, hogy bármely OneLife Network tag tanulási, kereskedői és hálózatos üzleti aktivitásán javítson. Szembenézve az elképesztő növekedéssel, a cég nem csak az iránt elkötelezett, hogy többet nyújtson a tagjai, hanem a közösség számára is. A OneWorld alapítvány jelenleg számos országban tevékenykedik. A OneLife Network cége is tagjai folyamatosan pénzt adományoznak azért, hogy erőt adjanak és segítsenek a gyerekeknek elérni teljes potenciáljukat az oktatáson és a hosszú távú támogatáson keresztül. A kriptovalutában és ebben az új pénzügyi piacban tényleg megvan a potenciál ahhoz, hogy szolgáltatásokat biztosítson annak a 2 milliárd embernek, akiknek ma nincs hozzáférésük a bankrendszerhez. A Világbank szerint ma ez egyik a leginkább fejlődő piacoknak, ami a bankszámlákkal nem rendelkezőket hozzákapcsolhatja a pénzügyi rendszerhez csupán egy telefon segítségével. Segíthet kiiktatni azokat a közvetítőket, akik a pénzküldésért és a határokon átívelő tranzakciókért olyan magas díjakat szabnak, amiknek a mértéke átlagban 7,7, de lehet akár 29% is. Ráadásul napokig eltarthatnak. Segíthet még, hogy az emberek biztosítsák eszközeiket és tőkét növeljenek egy elképesztően gyorsan növekvő piacon. Mi alkotja a OneCoin értékét? A tömegpiac igényeit kielégítendő, a OneCoin összesen 120 milliárd érmét fog bányászni. És egy hatékony blokkláncot fejlesztettünk, ami elképesztően gyors tranzakciókat tesz lehetővé. Egy folyamatosan növekvő olyan hálózat, ami erős márkát hoz létre, ötvözve azon elfogadó helyek számának növekedésével, akik hozzá akarnak férni a több millió OneCoin érme tulajdonoshoz.
a felhasználhatóság területeinek folyamatos bővítése. Tehát ezek a tényezők alkotják az érve értékét. És amikor a OneCoin tőzsdei szereplővé válik, a piac már ott lesz, szerteágazva a világban, és az értéknövekedést valószínűleg tényként fogjuk kezelni. A OneCoin a közösségé, globális és könnyen hozzáférhető a OneLife hálózaton keresztül. Egy hálózatnak és a közösségi médiának ma olyan óriási hatása van, ami szinte minden piacot megváltoztathat. Emlékszel a Netscape-re és a Yahoo-ra? Kereső motorok, amik gyorsan feledésbe merültek, ahogy a hatalmas Google átvette a teljes piacot, és egy felhasználóbarát és sokkal kifinomultabb szoftvert vezetett be. Emlékszel a MySpace-re? Az a közösségi média platform, ami gyorsan feledésbe merült, ahogy a Facebook átvette a teljes piacot. Ezen óriások közül egyik sem használt hirdetéseket. Növekedésük alapja a bizalom, az eredmények és minden alkotóelem legjelentősebbike az elégedett vásárlók és a szóbeszéd volt. Most ugyanez a jelenség tapasztalható a OneCoinnál. Egy erőteljes és átlátható lehetőséggel állsz szemben. Csatlakozhatsz több millió bányászhoz, kereskedőhöz és elfogadó helyhez, hogy érméket bányász, színesítsd a portfóliód és felkészítsd magad a jövőre. Ezzel az információval ennek az új korszaknak az élvonalában lehetsz. Egy fejlődő piacon, ami megváltoztatja a világgazdaságot. A döntéshozás alapja az információ. Használd fel ezt a hozzád eljutatott információt, és kapj választ a kérdéseidre. Vedd fel azzal a kapcsolatot, aki ezt a videót megosztotta veled. Ne feledd, a kérdés nem az, hogy a kriptovaluta hatással lesz-e a pénzügyi jövődre, hanem az, hogy te készen állsz-e az új kibontakozóban lévő gazdasági korszakra? Ha igen, akkor csatlakozz ehhez a pénzügyi forradalomhoz, és légy részese a világ leggyorsabban növekvő kriptovalutájának, a OneCoinnak.